Megint be kell, hogy hamar hajoljak a kamerába, mert a fiam alszik. Általában ő szokott filmezni, és vele nagyon jó, mert olyan kis vitáink vannak mindig, amiből egyrészt hatalmas szétofolások vannak, meg ilyen összefüggéseket találunk meg dolgokban. Vele nagyon jó beszélgetni. Anyával is, meg kicsi fiammal is, meg mindenkivel, csak őket nem annyit látjátok, mert nem szeretnek szerepelni. Na mindegy. Mára végeztem. Kora hajnalban voltunk kint fát kitermelni, nagyon-nagyon hideg volt. Alig vártam, hogy hazaérjek, aztán megkóstoljam ezt a bort. Nagyon finom. Ma már nem megyek sehol itthonról. Telefonom kikapcsolva. De a lényeg. Nekem csomagolt be kaját. De hajnalban én nem szoktam enni. Én általában 9 óra fele reggelizek. 8-9. Attól függ, hogy hogy jön ki. Állatok etetés, itthoni munkálatok, aztán elindul. De általában 9 utánra teszem azt, hogy én elindulok itthonról. Bárki fölhív telefonon, hogy mennem kell dolgozni, akkor biztos lehet benne, hogy csak is 9 óra után, mert addigra végzem el a testi szükségleteimet, mint kávé, szarás, meg ilyenek. Tehát az nem jó, hogyha elmész egy helyre mondjuk bekötni az internetet, aztán elnézést, hol a WC, de gyorsan. Na ez nem megy, szóval így. Tehát tudni kell, hogy mikor jön az embernek az ilyen ingere. 9 után bárhova már lehetek. Na, de mit akartam mutatni nektek? Igen. Most mondja, hogy. Na, ezt le is veszem. Nem kell ez. Nem ezt. Hanem ezt. Azt mondja, hogy rákészülök a mai napra elég rendesen. Maradt még egy liter pálinkám, amit ajándékba kaptam. Meg a nejem hozott 2 üveg bort. Egyik finomabb, mint a másik. De még nem kajáltam semmit, viszont már elcsócsáltam, nem tudom, vagy 3-4 decit belőle. Facebook nem tudom, hogy fogja kezelni azt a részt, hogy ugye volt róla szó, meg tárgyalták, hogy sok fórumon, meg médiában, hogy majd kiszűrik azokat a videókat, ahol valaki, mit tudom, olyan képet tölt fel, ahol iszik. És a videót. Nagyon sütött bundás kenyeret. Ugye hát vannak tyukicák. Mi van tyukicák? Házi tojás. Mi van? Történt valami, vagy mi? Úgyhogy nálunk a bundás kenyér olyan dolog, hogy hát nem sok mindent veszünk boltban, de kenyeret egyelőre muszáj, néha nejem süt. De ha megmarad a száraz kenyér, akkor bundás kenyér lesz belőle, mert sok a tojás. Sőt, néha olyan sok, hogy el sem bírjuk fogyasztani. Ja, azt tudom, mihez nyúljak hirtelen. Vörös hagyma. Fokhagyma. Bocs, hogy ezt most végig kell néznetek, de tele szájjal nem ülök beszélni. Minden lenyelem, aztán elmondom. Finom. Mindjárt, pillanat. Ja. Ez. Horgász akármi, vagy hogy hívják, lát. Mi van? Éhes vagy? Bakker.
Na, tessék. Te gyere. Na. Totyogi! Hagyjátok nekem is, bazd meg. Ragadozó. Kolbász nem kaptok. Horgásztáska. Képzeljétek el, az erdőn. Annyira nem nehéz, itt egy fa például. Kint vagyok, dolgozok. Előveszem a kis elemózsiát, nem kell sok, nem szeretek sokat enni. Eleve. Mennyi nem? Koti? Mennyi nem? Mit adjak? Hát vöröshagymám van már csak, amit odaadnék szívesen. Na. Honnan a francból tudjátok, hogy ez nem olyan? Érted? Tehát, hogy állapítod meg, hogy ezt nem akarod megenni? Én meg akarom enni. Tessék. Jó példát mutatok nektek. Egyetek. Nem megy neki. Honnan tudják, hogy ez nem olyan? Akács? Külön? Szóval képzeljétek el az erdőm, ugyanezt csinálom. Nagyon kevés kaját viszek ki magam, hogy az ember megterheli a gyomrát, elfárad az emésztés, viszi el mi van? Felesleges energiát. Akkor a test arra koncentrál, hogy megemészze az ételt. Ezért aztán hát kint valamennyi kell, de nagyon-nagyon kevés kaját szoktam vinni. Mi van, Kotika? Koti, az anyád minden. Majadék. Bezzel a kolbászt mutatok, akkor mindjárt jönnétek. Mi? Na, anyám. Nem. Én. Tessék, egy falat. Neked, egy neked. Komolyan mondom, a tyúkokat kéne kivinni az erdőre fát vágni. Kordanál fát nekem? Mutasd meg, hogy csinálnál. Hát adom, hordanál. Jó van. Az finom volt. Valójában az elején arról szerettem volna beszélni, hogy mi a madár látta. Parasztember kimegy a vetésbe, kapál, műveli a földet, kiviszi az ételt magával, délbe leül a falán, árnyékban, húzogatja a bort, aztán a maradék kaját hazaviszi, és akkor a gyerekeknek odaadják, hogy madár látta étel. Ezt valójában látta a madár, mert a ládából elővettem, de nem volt kedvem hozzá enni, meg nem is azért vettem elő, hanem útba volt, tehát elég sok minden van, ami a fakitermeléshez kell, segédeszközök, tartaléklánc, tartaléklap, mit tudom én. Na. De hogy miről szól a madár látta, kicsomagolod, úgyhogy ez ott kint nem volt kicsomagolva, de képzeld el, hogy ki volt csomagolva. És akkor a madár a fáról lesi, ahogy ezek a tyúkok fölismerik, hogy mi az, ami számukra ehető, és mi az, ami nem, a madár szintén. Ha kenyeret lát, biztos, hogy azért lesi a fáról. És hogy maradt meg ez a magyar nyelvben? Hát a madár meglátta, az ember viszont visszacsomagolta, nem adott a madárnak belőle. De a madár látta, hazavitte, ebből lett a madár látta eledel. Tiszteletem!